Civil Rádió Miskolc. A Civil Rádió Miskolc élő közvetítést ad az Avasi kilátóból, egy civil rendezvényről, és üdvözöljük az éppen kávézó működtetőjét, Rák Mónikát. Szia, Mónika! Szia! Én is üdvözlöm a hallgatókat. Alkalmi házigazdaként mi az első benyomásod a rendezvényről? Hogy itt éled meg, milyen a hangulat? Nagyon jó hangulatban zajlik, úgy érzem. Egyébként azt gondolom, hogy a helyi és a közügyekre nem is lehetne alkalmasabb szintér, mint egy kilátó. Innen azért elég jól rálátni a városra, tehát ha rá akarunk nézni a helyi ügyekre, akkor erre a kilátó szimbolikusan is alkalmas. Volt egyébként példa, mióta üzemeltetitek a kávézót, hogy bármiféle kulturális vagy civil rendezvény megrendezésre került itt? Csak olyanok, amik a szokásosok, születésnap, különböző más ilyen típusú rendezvények. Tehát nem civil, tehát olyan civil rendezvények, amik inkább ilyen ünnepi alkalmakra adnak lehetőséget. Ugye mi már a CIRMI stúdióban találkoztunk, ott még nem voltál a kávézó működtetője, viszont rengeteg terved volt arról, hogy ez hogyan működhetne. Mennyi idő óta sikerült most, és mik a első benyomásaid a kávézó üzemeltetése kapcsán? Hát most már 2 hónapja működünk, kicsit több, mint 2. December körül nyitottatok? Hát december közepén, igen, az elején szerettünk volna, csak a felújítás elhúzódott. És az a benyomásom, hogy mindenkinek nagyon tetszik, a városi közönség nagyon örül neki. Mindig külön megkérdezik az érdeklődők, hogy a turistaforgalom milyen. Én azt veszem észre, hogy turistaforgalom nem nagyon ér el ide. Valószínűleg ez a téli időszaknak köszönhető, de a városi közönség nagyon hálás, örömmel veszik, hogy élvezhetik a panorámát a kilátóban. A panoráma mellett milyen hangulatot próbáltatok teremteni? Mondod, hogy egy kis felújítás azért az elején sikerült. Hát nem. Mi volt a cél? Igazából nem kis felújítás volt, mert elég nagy beruházást kellett eszközölnünk. A fűtési rendszer volt a legnagyobb kihívás, és hát az a legnehezebb is, mivel nincs hőszigetelve az épület, de ebben most nem akarok részletesen belemenni, ezért a fűtés az egy nagyon, nagyon kritikus pont. Nagyon hamar kihűl az épület, nagyon drága a fűtés, és, de hát ez elmaradhatatlan egy téli időszakban, hogy valaki, ha élvezni akarja a panorámát, meg egyáltalán egy kávézónak a hangulatát, akkor itt meleg kell, hogy legyen. Szóval nem kis beruházás volt, és azt kérdezted, hogy mi volt a cél és milyen hangulat. Én azt gondolom, hogy ez a saját ízlésünk, tehát, hogy nem volt megfogalmazva egy projektterv, hogy ilyet szeretnénk. Egyszerűen, amiben mi jól érezzük magunkat, azt úgy gondoltuk, hogy a nagy közönségnek is hát, ha tetszeni fog, és úgy tűnik, hogy igen. Aha, ezt akartam, mik a visszajelzések? Mindenki nagyon elégedett, egyetlen, vagy hát nem tudom, hogy egyetlen-e, a párom küzd mindig a különböző kommentekkel és Facebookos bejegyzésekkel, és ott én azt hallom, én nem olvasom, de azt hallom tőle, hogy ami nem tetszik, az az, hogy nem tudjuk időben kiszolgálni a nagy érdeklődést, de ezzel igazából nem tudok mit kezdeni, hiszen hát ha sok a vendég, akkor nyilván azokra kell koncentrálni, akik előbb itt voltak, és őket kiszolgálni. Aztán, ha valakinek van türelme kivárni, hogy ő is sorra kerüljön, annak örülünk, ha nem, akkor nagyon sajnáljuk, és azt javasoljuk, hogy jöjjenek vissza máskor. Elterjedt most már nagyon, hogy asztalt foglalnak a vendégek, ennek nagyon örülök, mert így mindenki elégedetten távozhat, illetve érkezhet és élvezheti azt, amit egyébként itt talál. Hát nekem végül is abból a szempontból mindegy, hogy az asztalok mindig foglaltak, és hát inkább csak az a jobb, hogy nincs feszültség a kávézóban, mikor sokan várakoznak, és szeretnének helyet foglalni. Én meg nem tudok mit csinálni, mert másokat meg nem tudok felállítani. Mennyi a befogadó képessége egyébként ennek a helynek? Most 38 ülőhelyünk van, és egyébként hivatalosan az engedélyezett is csak 50 fő. Na hát, ezt nem gondoltam volna. Én voltam már olyan rendezvényen itt, ahol kicsit többen voltunk, mint... De az lehetséges, mert érdekes, az hogy a... nem volt hivatalos. Lehet. De. Hogy az eredeti tervek arról szólnak, hogy 150 fő a befogadó képessége az épületnek, vagyis a helyiségnek, inkább azt mondom. De hát 150 fő nyilvánvalóan állva és nagyon szorosan tudna csak elférni. Sokan mondják, hogy miért nem üzemelünk be több asztalt. Ennek két oka van. Egyrészt a
panorámában, tehát hogy mindenki panoráma oldalon üljön, és jól rálásson a városra, úgyis mindenki oda szeretne ülni, és nincs több hely, több panoráma asztalnak, tehát hogy jó legyen a kilátás. Másrészt olyan az adottsága a helynek, hogy mindez egy 6 négyzetméteres előkészítő konyha van, tehát nem is tudnánk több asztalt kiszolgálni, én úgy gondolom. Mesélj, Mónika, a te motivációdról. Hát ez egy nagyon egyszerű motiváció, csak aztán utána ez felfejlődött azzá a projekté, amit már te is ismersz, és esetleg a hallgatókhoz is, egyes hallgatókhoz is eljutott. Az én motivációm az, hogy imádom az éjszakai panorámát, és ez világviszonylatban nagyon ritka. Vannak természetesen olyan világszínvonalú helyek, Berlin és New York, és a világ más nagyvárosai, Párizs, ahol ilyen panorámát élvezhetnek az ott lakók és a turisták, de ez nagyon-nagyon ritka. És az, hogy nekünk itt van ez az épület több mint 50 éve, hát és kihasználatlan, ez az a motiváció, ami hajt engem, hogy itt van egy ilyen potens helyiség, és nem kezdtünk ezzel eddig mit. Úgyhogy nekem ez a motivációm, hogy egyszerűen szeretek itt lenni, és szerintem ez az, ami jó alapot teremt arra, hogy tényleg szívvel, lélekkel csinálja az ember, bár ez elég elcsépelt szó, de hogy látszik, hogy minden rendezvényen itt vagyok, tényleg olyan házigazda vagyok, ahol ami mindig megdicsérnek a vendégek, hogy hát ilyet, köszönöm szépen, hogy ilyet azért nem tapasztalnak, hogy állandóan itt sertepertélek körülöttük. Én pont a süteményre szerettem volna rákérdezni, mert én végigkóstoltam több félét is. Igen. Hogy nem mindegy, szóval csak azt akartam kérdezni, hogy ezek ilyen kézműves sütemények. Abszolút, igen, és úgy válogattam össze őket, hogy amit én szeretek a városban, a különböző cukrászdákban, azokat az egyiket az egyik helyről szerezzük be, a másikat a másik helyről, tehát hogy kifejezetten ez is az én ízlésemet tükrözi. Ez egy egyéni minőségbiztosítás. Abszolút, igen. És én vagyok a minőség ellenőr, és a minőségbiztosító is. Igen. Záró kérdésnek nem tudjuk nem megállni, mert amellett, hogy nagyon szorítunk neked, civilként is, meg cirmiként is, hogy mi a jövőkép? Ugye azt tudjuk, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlan fejlesztése az várható. Igen. Egy nagyobb forrás nyert az önkormányzat a felújítása. Csak annyit, hogy pontosítsak, bár nincsenek konkrét információim, hogy én úgy tudom, hogy az egész Avasra, tehát nem kifejezetten a kilátóépületére. Uh-huh. De ebbe ez is benne van. Akkor már azt elmondtad, hogy kevés információd van, de neked mi a jövőképed, mik a terveid? Hát ezt már december közepén is mindenki kérdezte tőlem, hogy is hogyan tovább, és mivel most egy fél éves a bérleti szerződésünk, ezt már mindenki tudja a városban szerintem, és mindenki úgy jön ide, hogy kihasználják ezt a fél évet. Szóval, hogy az a jövőképem, hogy nagyon remélem, hogy a városvezetés látja azt, hogy mire vagyok képes, mit lehet kihozni a kilátóból egy nagyon kicsi beruházással. Ez egyéni szinten természetesen sok pénz és nagy vállalkozás volt, de városi szinten az épület életében azért ez egy nagyon kis összeg volt, de mégis hát én úgy gondolom, hogy csodákat lehetett tenni egy kis ízléssel és odafigyeléssel. Szóval azt remélem, hogy látják, hogy mire vagyok képes, mit tudok kihozni egy ilyen helyiségből, vagy akár egy másikból, de nyilván engem más helyiség és más vendéglátás egyáltalán nem érdekel, tehát nekem nem a vendéglátás, kifejezetten a kilátó üzemeltetése, és ezt már olyan sok helyen elmondtam, hogy azért a vendéglátás, mert hát egyébként egy művészeti galériát is lehetne itt fent üzemeltetni, csak az egy nagyon réteg érdeklődésre tartana számon, és hát azzal nem lehet fenntartani a helyiséget. Szóval, hogy mi a cél? Az, hogy lássuk, hogy ez egy nagyon jó hely lehet, és érdemes vele foglalkozni, érdemes nagyon sok energiát belefetszölni, mert nagyon sokan, több száz, több ezer kilométert utaznak azért, hogy ilyen élményben legyen részük, mint amilyen élmény itt lehet a kilátó tetején. És hogyha nem én csinálom, akkor majd valaki más, de használjuk ezt az épületet. Nagyon szeretnék például egyszer vendégként jönni. Jönnek ide, és azért mondom, hogy ha esetleg valaki más, de természetesen a fő törekvésem az, hogy én hagy maradhassak, és hagy csinálhassuk tovább ezt a
tevékenységen, de ez csak egy ilyen mellékzönge, hogy amikor jönnek a fiatal lányok, és szépen kifestve randevúra látom, hogy élvezik egyáltalán azt a milliót, amit itt találnak, és hát azért nekem ez egy munkahely, nyilván mindig figyelni kell a munkatársaimra egyáltalán, hogy hogyan működik az egész, és irigykedve nézem őket, hogy ó, engem is elhozhatna a párom egyszer ide. Na, akkor ezt kívánjuk neked. Köszönöm. Vagy legközelebb meghívunk mi. Ó, köszönöm szépen. Igen, egyrészt együttműködésekben gazdag működtetést kívánunk, jó sok rendezvénnyel. De remélem. Meg, hogy tényleg sok városlakó élvezhesse az itteni kilátást, azért mi is megpróbálunk tenni. Köszönjük a beszélgetést. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.